az Ökopolis alapítványa lehet más a politika párt alapítványának második beszélgetésén vagyunk itt a Gödörben. Az első címe, ha jól emlékszem, valami olyasmi volt, hogy Gödörben a gazdaság. Ugye stílszerű a beszélgetések címe, most Gödörben a társadalom. Alapélményünk sokaknak legalábbis, hogy Gödörben vagyunk, úgy mindannyian. És hát szeretnénk közelebbről megnézni, hogy hogy néz ki ez a magyar társadalom, hogy néz ki ez a világ körülöttünk. Az első alkalommal a gazdasági erőtérről és Magyarország pénzpiaci gazdaságpolitikai problémáiról beszélgettünk. Ma pedig azt a címet ugye adtuk a beszélgetésnek, hogy szegénység, társadalmi kirekesztés, illetve társadalom szétesettsége. Nagyon sokféleképpen lehet közelíteni ehhez a témakörhöz. Vendégeink, szakemberei a témának, társadalomkutatóként az elmúlt évtizedekben ilyen-olyan összefüggését ennek a problémának tanulmányozták. Hegedűs Zsuzsa mellettem 90 előtt Párizsban szociológus, társadalmi mozgalmak kutatója, itthon azóta társadalmi mozgalmak kezdeményezője, most éppen hátrányos helyzetű kistérségben menedzsel egy sajátos programot, miniszterelnöki főtanácsadóként, és mellette Gazsó Ferenc, szociológus, egyetemi tanár, aki valamikor még az Átkosban miniszter helyettesként is közelebbről látta a politikát, mellette Laki László, ifjúsággal, új kapitalizmus, vidék, társadalmi problémáival foglalkozott. Gazsó Ferenc is politika közelében volt az elmúlt időszakban is időnközönként, az MSZP társadalompolitikai tagozatának ugye valamilyen szakértője, közreműködője legalábbis. Én magam vitaindítóként szintén. Tehát miközben társadalomkutatók, társadalomvizsgálók vesznek részt a beszélgetésen, aközben természetesen értelmiségiként is felelősséget vállaló, olykor politikai szerepet is vállaló értelmiségiként gondolkodunk, feltételezem most is a mai problémákról. Azt javasoltam, hogy tegyünk három kört, ha van időnk rá. Az első körben beszéljünk arról, hogy kinek mi jut eszébe ezekről a fogalmakról. Annyiféleképpen lehet megragadni, értelmezni ezeket a fogalmakat. Igaz egyáltalán, amit mi a címben állítunk, hogy a Magyarországot, valamifajta magyar társadalmat, valamifajta társadalmi szétesettség jellemzi, hogy a szegénység az egyik legsúlyosabb probléma. Egyáltalán mit értünk ezeken a fogalmakon, milyen értelemben lehet szegénységről, szétesettségről beszélni. Abban maradtunk, hogy egy-egy rövid 15 perces bevezetőben a legfontosabb állításaikat elmondanák kedves vendégeink, és akkor reflektálunk egymásra, illetve lehetőséget adunk, hogy a közönség is föltegyen kérdést, megjegyzést, ha akar tegyen, és aztán folytatjuk az okokkal. Ki kezdeni? Talán a hölgy. Ja, mert hölgy vagy. Meg mellettem van. Talán inkább ezzel okosabb lenne, mert az meg... Mintha nem lenne neki semmi, igen. De én szerettem volna megjegyezni, hogy én szociológus vagyok. A Minden gyerek lakjon jól kezdeményezést azt nem miniszterelnöki főtanácsadóként kezdtem, mert hogy ezt 2009-ben kezdtem, a tégyagyűlölet ellen pedig végképp nem ilyen életben. Tehát a kettő nem egészen, és most sincsen politikai felelősségem, ezért vagyok miniszterelnöki főtanácsadóm, ez körülbelül a maximum, amit az én amúgy inkább alapvetően antikonformista alkatom egyáltalán el tud viselni. Ez csak zárójel volt, hogy... Na most úgy gondoltam, hogy ilyen későn, akik eljönnek, ezt meg is üzentem, hogy nekem az egész az egész tematikával bajom van, ugyanis mind a három témával, ami itt sorba fog kerülni,
Igazából az az alapvető problémám, hogy a szétesettség, szegénység az egészen más, mint amiről szól nem csak a magyar, hanem az egész fejlett világban a történet, az ipari társadalmi struktúrák szétesése óta, ami valahol a 80-as évekbe kezdődött Nyugat-Európában, ezt a szocialista rendszer tulajdonképpen fedni tudta még 10 évig, majd amikor szétesett, ugyanezért a kelet-európai régiót is brutálisan. Amit szegénységnek nevezünk most, az, hogy gödörben van egy társadalom, egy társadalom soha nincs a gödörben. Lehet a gazdaság gödörben, lehet a világ gödörben, de egy társadalom definíciója szerint, de itt azt gondolom, hogy a mellettem levők ezzel abszolút egyet fognak érteni, egy társadalom soha nincs gödörben, mert olyan, hogy a társadalom nincs, vannak társadalmi csoportok és társadalmi viszonyok, és szociológusnak azért érdemes lenni. Azt gondolom, hogy ez valóban talán a világ egyik legérdekesebb foglalkozása, mert pont arról szól a történet, hogy megérteni, hogy az, amit régen úgy hívtunk, hogy társadalmi viszonyok, én ma is így hívom, hogy társadalmi viszonyok, azok hogy artikulálódnak, és hogy minden társadalom struktúrált, ezért nem lehet együtt gödörbe. És igazán a bajok akkor élesednek ki, jelen esetben ez mondom Nyugat-Európában tart a 80-as évek eleje óta nálunk, a 80-as évek végek és a 90-es évek eleje óta, amikor valamiért, és én inkább erről mondanék egy pár szót, valamiért szétfeszülnek azok a struktúrák, amiben az előző társadalmi modell működött, ez nem a kommunizmus, hanem az ipari társadalom, és megszületik az új, a régi szétesik, és ennek következtében, tessék, jó, nagy örömmel látom, hogy sok fiatal van, akik nyilván ezt az irodalmat nem ismerik, de ennek ellenére a 19. században az ipari társadalom születésekor ugyanez történt, iszonyatos társadalmi áron, tehát óriási tömegek vesztették el akkor a földjüket, most a munkahelyüket az ipari szektorokban, és minden új társadalmi formáció, az alapvető társadalmi viszonyok iszonyatos egyenlőtlenség, kirekesztés, kizsákmányolás, elnyomás, ez a formák változnak, de alapvetően a maximális egyenlőtlenség a születéskor jelenik meg. Tehát amit akarok ezzel mondani, ami nem egy új történet, mert ezzel foglalkozom már itthon a diplomamunkámat, erről írtam az új társadalmi mozgalmakról, azok pont arról szól, hogy van egy paradigmaváltás. Na most miért akartam azt mondani, amikor elindult, mindjárt elmagyarázom, ez a történet Nyugat-Európában, akkor elkezdtek új szegénységről beszélni, amitől ugyanígy idegbajt kaptam. A szegénység egy adott társadalmi struktúrában a struktúrában alul levő társadalmi csoportok helyzetét tudja leírni, és tulajdonképpen ez meg is felelt ennek a leírásnak egészen a fejlett ipari társadalom, a munkás mozgalom által, a régi kirekesztettek, az előzőleg kirekesztettek által kiharcolt jóléti társadalom megszületéséig. A szegénység egy stabil társadalmi struktúrában egy leíró fogalom. Ezzel gondolom mindannyian egyetértünk. Ami történik, amikor egy speciális egy olyan társadalomban élünk, mint a fejlett ipari társadalom volt, és ezt vette át a kommunista modell, diktatórikusan vagy nem, de ezt vette át, az tulajdonképpen a New Deal-el kezdődött, de igazán Európa ezt a II. Világháború után tapasztalta meg, hogy ugye ezt úgy hívják a franciák, hogy a három dicsőséges évtized. Folyamatos gazdasági növekedés mellett, méghozzá erős gazdasági növekedés mellett átlépett bizonyos értelemben a modern technológia abba a szakaszba, amikor az oktatás, az egészségügy, az életmód viszonyok folyamatos javításának, amire szükség volt. A piacnak szüksége volt rá, a szakképzett munkaerőre volt szüksége volt a fogyasztásra, tehát az egész nem véletlenül történt, de ennek következtében tulajdonképpen a II. Világháború óta folyamatosan felfele ment a társadalmi lift, ami azt jelentette, hogy még a legalsóbb társadalmi rétegek, ha nem ő, akkor a gyerekei, az iskolázottság, stb. Keresztül felfele lépett és integrálódott egy olyan társadalmi struktúrába, ahol tulajdonképpen két dolog volt látszott biztosítottnak. Az egyik, hogy a gyerekeim többre viszik, mint én. Elsősorban, ugye mindenki elfelejti, hogy a 60-as évek közepén és végén vált tömeg
gessé, az egyetemi beiskolázottság a fejlett nyugati ipari társadalmakban. Tehát ez egy elég késői folyamat volt, de én ma is, most amikor csináltam a népszavazást, akkor volt egy műsorom, ahova olyanokat hívtam be, akinek érdekelt az álláspontja, de nem ismertem őket személyesen. És előtte egy negyed órában elmeséltettem velük egy kicsit a saját élettörténeteket, hogy tudjam, hogy miről tudunk beszélni. Egymás után jött be a Karsai, a Gaskó és a Rácz Jenő. És mind a három ugyanazt a történetet mesélte el nekem, amit egy szociológus tud, de amúgy ez tényleg fantasztikus volt. Nagyjából a Gaskó egy kicsit fiatalabb, de nagyjából egykorúak. Karsaiék már 6 gyerek, a legnagyobb az még ugyanúgy földművelő lett, mint a papa, a második már elment valamilyen adminisztratív munkára, a harmadik érettségedett, és ő volt az első diplomás, most azt hiszem olyan 65 éves lehet a Karsai, vagy nem ilyesmi. Ugyanezt mesélte el a Gaskó, ugye magyarul 3 olyan emberrel beszélgettem, aki a saját családjában is az első diplomás volt. Na most, ez nem azt jelenti, hogy a társadalmi különbségek megszűntek, de való igaz, hogy ez a jóléti, nevezzük inkább fejlett ipari társadalmi modellnek, ebben a társadalmi különbségek a nyugati modellben különösen a minimumra csökkentek. Ebből a svéd modell volt a legegyenlősebb, és a legjobban működött is, tegyük hozzá, az amerikai a legkevésbé, de mindenütt kisebbek voltak a különbségek, mint a valós különbségek Magyarországon, még az átkosban, amit azt hiszem, hogy mindannyian részt vettünk valamilyen kutatásba, ami az egyik nagy téma volt megmutatni azt, hogy tulajdonképpen nem az anyagi javakban, de az életlehetőségekben, esélyekben mennyivel nagyobbak a különbségek. Jó. Na most, ez az, ami teljesen megtört a 80-as évek elején, és miután Kelet-Európa 10 évvel később élte meg ezt már, amikor már brutálisá vált a helyzet, itt nálunk olyan brutális formát váltott, ami tulajdonképpen csak egy cunamihoz hasonlíthat, ami ma is tart, és még egyáltalán nem a végén, sőt, még azt tudjuk, hogy a közepén vagyunk-e. Na most Nyugat-Európa, azért mesélem Nyugat-Európa, mert ez a probléma, hogy a leszakadás mit jelent, amit most már 2-3 generáció nem tud, mert a felzárkóztatást élte meg, és ezért nem lehet a szegénység szót használni. Annak a jelenségnek a leírásáról, amiről beszéltünk, és amiatt például elindultam ezt a minden gyerek lakjót, egyszerűen agyvérzést kaptam, amikor láttam egy riportot 2009. decemberében, hogy 3 délbaranyi kis település által fenntartott iskolában, ahol a gyerekek 100%-a jogosult a 100%-os étkezési támogatásra, amit én értem el a Medgyesinél, 2002-ben, ott zsíros kenyér az ebéd, mert az állami támogatás olyan kevés, hogy ahol az önkormányzat nem tudja kipotolni, ott nincs ebéd. Én addig abban éltem, a gyerek, és nem éhezés van Magyarországon, de éhes gyerekek vannak és alultápláltság. Azt gondoltam, hogy nagyjából kezelhető azzal, hogy az óvodában, iskolában minden gyerek megkapja az ingyenes 10 órait, ebédet, uzsonnát, akin gyerekvédelmisnek számít, tehát ahol a családban az egyfőre jutó jövedelem nem ér el 24 000 forintot. De az, hogy erre az állami kvóta már nem elég, azt nem tudtam. És így indult a minden gyerek lakja jól. De, csak mert zárójelbe, azt mind a hárman, akik itt ülünk, tudunk, mert ez régen is így volt, utána volt egy kis változás, hogy Magyarországon az elmúlt 10 éve, nem 20, 10 évben a városból visszament vidékre a nyomor és a szegénység, tehát azok, akik a felzárkózással, a 60-as, 70-es, 80-as évekre a fekete vonatokkal kezdtek el Pestre utazni, és segédmunkásként kezdtek dolgozni a nagy építkezéseket. Nagyon sokból szakmunkás lesz, felhozta a nagyvárosokba a családját. Azok voltak az elsők, mint nyugaton is a 80-as években. Tehát a legalacsonyabb társadalmi csoportok a legkisebb iskolai végzettséggel estek ki először a normál tehát a munkaerőpiacról, ahogy mondják csúnyán, de az a baj, hogy ezeknek az embereknek az élete is felborult ezzel. Utána jött a többi, erről mindjárt visszatérek, de akkor is tudtuk már, ezt már a 70-es években is tudtuk, hogy a legnagyobb probléma az a leszakadt térségekben van, csak hogy ma már a leszakadt kistérségek száma 47-re emelkedett, és jön befele. Tehát a 90-es évek végére azok, akik még a városokban próbáltak munkát találni, 10 év után semmi tartalékuk, semmi lehetőségük nem volt, visszamentek vidékre, tehát ma őrületes mértékben ott koncentrálódik a nyomor. De a probléma az pontosan az, hogy ez csak az alsó és a leghamarabb érintett és legsúlyosabban érintett csoportja.
a társadalmi leszakadásnak, ami mind az ipari társadalom krízisével függ össze, és azóta is tart. Egészen a 80-as évek elejéig, gyakorlatilag a második világháborútól nem csak Kelet, hanem Nyugat-Európában is, ahol piacgazdaság működött mindig, gyakorlatilag teljes foglalkoztatottság volt, mert állandóan bővült a termelés, és egyre magasabb színvonalat ért el. 3% alatt volt a munkanélküliség. Mikor 81-ben összeomlott az egész, akkor mindenki ott is úgy kezelte a problémát, erre jött az új szegénység, meg ilyen kifejezések, hogy ugyan ez majd megint meg fog oldódni, és kiderült, hogy nem, mert az a típusú új fejlődési modell, amit most hívjunk posztintőszorás, információsnak, én önkreatívnak hívtam a saját elméletemet, teljesen mindegy, annak egyre kevesebb, alacsonyan képzett munkaerőre van szüksége. Tehát tartósá vált a munkanélküliség, ami azt jelentette, 3-4 év múlva kiderült, hogy az aktív felnőttek 15-20-25%-a végleg kiszorult, úgy tetszik, az életből. A különbség a nyugati és a keleti helyzet között, ugye a 10 év különbség következtében is, hogy itt olyan brutális volt az összeomlás, és olyan mértékeket öltött, hogy ott már mi a 80-as években kétharmados társadalomról beszéltünk, tehát egyharmad leszakadt, és még legkirekesztődik. Itt tulajdonképpen egyharmados társadalomról kell beszélni, mert körülbelül kétharmad szakad lesz. Nem azt jelenti, hogy kétharmad teljesen kirekesztődött. De ami megszűnt, és ami ezt Magyarországon különösen lehet tudja mindenki, mert ez volt a gazdasági reform egyetlen igazi haszna, a második gazdaság, és utána minden, ami onnan jött, hogy Magyarországon valóban ugyanúgy, mint nyugaton 20-30 évvel korábban középosztályosodott a társadalom. Az a bizonyos középosztály, annak a legalsó rétege, ha úgy tetszik, az teljesen kilőködött az út szélére, és nem szegény, nem mély szegény, hanem nyomorog. 10-15-20 éve. De nem az a legnagyobb baj, hogy nyomorog. Aki olvasott már, és ezt mindenkinek ajánlom, Móriczot, Németh Lászlót, Mórát, a szegénység egy stabil társadalmi struktúrában azt jelenti, hogy a nagyapám is szegény volt, az apám is szegény volt. Ezek a társadalmi csoportok lentről fölfele, a felső egyharmadot leszámítva, amelyik most is helyzetben van, és inkább profitált belőle, mind azt élték meg, hogy a második világháború óta akár diktatórikus eszközökkel is, amit nem dicséretnek szánok természetesen, de felzárkózott mindenki. Nem egy szintre, de mindenki lépett, és tudta, hogy lépni is fog. Ez rajta múlott. Az, hogy meddig megy el a gyerek, azon múlott, hogy mennyit tanul. És ma is ez az egyetlen kulcsa a történetnek, nem az, hogy meg kell finanszírozni a tanulást, hanem a legrosszabb helyzetű családokban is, Magyarországon az igazi szociológiai különbség, mondjuk a Cserehát, ami Ózd-Miskolc háttere volt, tehát akik ott mind munkanélküli, de akik ott élnek, azok dolgoztak az iparban, tehát azok a felzárkóztatottak voltak. És a nyírség között, ahol a mezőgazdaság nem hozta ezt az ipari kultúrát, a Csereháton a gyerekek tovább tanulnak. Mert ugyan munkanélküliek, ugyan nyomorognak, de a szülők azt mondják, hogy édes fiam, édes lányom, ez az egyetlen út. A másik oldalon nem ez az ipari kultúra honosodott meg az előző 40 évben, és sokkal szétesettebbek a családok, nem tanulnak tovább. Sokkal több maradt ki az iskolából. De amit akarok mondani, a probléma az pontosan az, nem csak szociológiailag teljesen más a leszakadás probléma, mint a szegénységé, politikailag végképp, és hogy mennyire ugyanaz a probléma, mint nyugaton. 1981-ig nem tudtuk, hogy mi az, hogy szélső jobb. Én, amikor a tégyegyűlöletet Magyarországon megcsináltam, lemásoltam az SOS rasszizmot, aminek szintén alapítója vagyok. A legelső Le Pen elleni tüntetésen kint voltam, mert úgy gondoltam, hogy mindennek van teteje. Én az új alternatív társadalmi mozgalmakat akarom kutatni életembe. A fasiszták az apám generációja volt. Az apám 1928 óta illegális kommunista volt, tehát jó, 20 óta, rendben van, az az ő, hogy jönnek ide ezek? Akkor a Le Pen volt. Ma a mindannyiunk által legeslegtöbb, úgy értem, új társadalmi mozgalom, demokrácia, ha valami példát akartam a 80-as évek elején hozni, mindenkit küldtem Hollandiába, Svédországba, Dániába. Ma Hollandiába, Svédországba, Dániába a szélsőjobb majdnem, hogy kormányalakító erő. Ez a politikai probléma. A szegénység nem szélsőjobbot termel.
Pontosan azért, mert nem szegénységről van szó. Meg is mondom, ennek a teljesen leszakadt csoport fölött van még egy egész harmad, a középosztály gyakorlatilag, amelyik szintén zuhan lefele. Nem biztos, hogy leér a nyomorba és a kilátástalanságba. Nem éhes a gyerek, de úgy érzi, ahogy a lent is, hogy bármit csinál, és ez a dolog lényege, esélye nincs arra, hogy felkapaszkodjon. Ettől ad ez olyan benyomást, mintha szétesés lenne, mintha reménytelenség lenne, holott, és ezzel le is zártam, ha lesz még idő, akkor visszatérek rá, a Minden gyerek lakjon jól akciója, amit talán tud mindenki, hogy 2011-ben mini háztáiakat adtunk lehetőséget 15 ezer családnak a 47 leghátrányosabb kis térségben, ahol legalább egynél több gyerek van, és mind gyerekvédelm is, 90%-os sikert hozott. Tehát egy ilyen icipici segítséggel, ami azt jelenti, hogy kaptak annyi vetőmagot, hogy egész évre megtermeljék a veteményt, minden ellenőrzés, minden nélkül, és annyi kis haszonállatot, hogy egész, hogy akár fenntartható, pici baromfiúkkal is legyen, de mindesetre van hús és tojás az egész családnak egész évre. Ebből annyit kaptam a fejemre, hogy nincs ellenőrzés, nincs ez, nincs az. Mindezek nélkül, mindenütt ugyanazt mondtam. Ez csak egy kapaszkodó, tessék felállni ahhoz, hogy az ember járjon, fel kell állni, de csak saját magukat tudják kihúzni, elnézést a kifejezésért, mindent ezt mondom, a szarból. Én csak a segítséget adok ehhez. 90% felállt, és 90%-os a feldolgozás. Ezek az önkormányzati beszámolók, akik nem is szerettek minket. Tehát mégiscsak arról szól a történet, hogy nem az emberekkel van a baj, hanem az, hogy 5, 10, 15, 20 év óta lehetőséget se kaptak, mert fentről nem jöhet megoldás. Amit ma tényleg lehet csinálni, és ezzel be is fejeztem, halat is kell adni, halászni is meg kell tanítani, de főleg halikrát, ha szabad így mondanom, hogy tovább folytassam, halikrát, hálót és tornacipőt kell adni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, adom tovább a szót. A kérdés ugyanaz. Zsuzsa összefoglalta itt a három témát a lendületes bevezetőjében, de én változatlanul javaslom a kedves vendégeimnek, hogy első körben azért mi, hogy néz ki? Hogy néz ki ez a magyar társadalom? Ez nem jobb? Igen. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Én nem a szegénység problémával akarom kezdeni, meg a társadalmi dezintegrációval, mert ez önmagában nem értelmezhető. Arról van szó, hogy át kellene tekintenünk végre azt, hogy a rendszerváltozás folyamatában kialakult magyar társadalomnak melyek a meghatározó jellegzetességei, mi a karakterisztikuma. Mert enélkül az olyan problémák, mint szegénység, dezintegráció, egyebek, csak mint analógiák értelmezhetők, tehát, hogy máshol is van ilyen, meg a történetben ez hogy alakult, és ilyesmi. Ez azonban igazából nem komolyan vehető beszéd, ez mesebeszéd. Itt arról van szó, hogy ez az egész probléma gyakorlatilag egy meghatározott társadalomba illeszkedik, a mai magyar társadalomba, és ennek a társadalomnak az általános, globális jellegzetességei határoznak meg minden olyan részproblémát is, meg teszik érthetővé a jelenlétüket és jelentőségüket, mint például a szegénység. Ezért engedjék meg, hogy én betartom ezt a 15 percet, majd rendelkezésemre álló rövid időben megpróbáljam összegezni, hogy miben látom a magam részéről az alapproblémát a társadalom egészét tekintve. A fő problémát abban látom, hogy az országban lezajlott óriási gazdasági társadalmi átalakulás nem hozta azt a várt következményt, hogy az országot egy emelkedő modernizációs pályára állította volna, hanem a lezajlott rendszerváltozás következtében és eredményeként tulajdonképpen elmaradt az a változás, amely a modernizációs deficitet, amely az ország szempontjából történetileg alakult ki,
és az államszocialista zsákutcás modernizáció elég sok negatív hatását és következményeit elkezdte. Bocsánat, hallani ott hátul, elnézést, hogy közbeszólok. Hallani? Nem. Igen. Akkor az nem hallani. Tartottam tőle, hogy... Igen. Tehát az országot nem sikerült egy olyan emelkedő pályára állítani, amely legalábbis perspektívikusan biztosítaná a lehetőségét egy fölzárkózó modernizációnak, a gazdaság és társadalom olyan emelkedésének, amely egy a mostaninál sokkal integráltabb, elviselhetőbb és jobb életminőséget és életfeltételeket adhatna. Ezért, ami itt kialakult igazából, és ez a probléma gyökere, ez nem más, mint egy félperifériás válságtársadalom. És ennek a válságtársadalomnak a kísérőjelensége, meg a szociológiai jellegzetessége, hogy Magyarországon nem egyszerűen szegénység van, tömegméretű szegénység, hanem kialakult egy olyan nagyszámú társadalmi csoport, amely kisodródott a társadalmi integrációból, lesüllyedt, lezuhant a roncstársadalomba, és a mostani körülmények között nem tud szert tenni semmiféle olyan lehetőségre és erőforrásra, amely az innen való kiemelkedést biztosíthatná. Ez összefügg azzal, hogy ez egy végletekig erőforrás hiányos társadalom, amely Magyarországon kialakult, és amelyben tulajdonképpen nem termelődnek meg azok az anyagi és egyéb erőforrások, amely a társadalom emelkedéséhez és a társadalomban élő emberek élethelyzetének számottevő javításához szükségesek volnának. Ezért ez a kialakult rendszer ebben a félperifériás mioltában a tömeges szegénység és leszakadás keretei között önmagát egyfolytában reprodukálja, mert nincs esély a társadalmi emelkedésre. Tehát ez az állítása. Nincs. Ebben a most kialakult szisztémában ilyen esély nincsen, olyan önkorrekciós mechanizmusok se léteznek és működnek, amelyek ilyen folyamatokat, tehát gazdasági fölzárkózás, a gazdasági jövedelem termelő képességének számottevő növelése, az országra rácsukódott adósságcsapdának a felszámolása, megszüntetése, ez reális lehetőségként számba jöhetne. Na most nem működnek olyan intézményrendszerek sem, amelyek például az alsó rétegek számára valamiféle esélyt biztosíthatnának ahhoz, hogy nagy kapaszkodással fölfelé jussanak. Van Magyarországon egy olyan oktatási rendszer, amelynek az alapvető jellegzetessége semmi más, mint a kialakult, polarizált társadalmi egyenlőtlenségi rendszer leképezése és újratermelése. És hát ennek ugye az egyik megnyilatkozása az, hogy tömegméretben termeli az iskola rendszer a funkcionális analfabéta utánpótlást. Minden generáció, mint egy ötöte, tulajdonképpen olyan képzettség és képesség hiánnyal jön ki az oktatási rendszerből, hogy egy olyan társadalomban, mint a magyar társadalom, semmiféle esélye nincs arra, hogy megélhetés biztosító társadalmi pozíciót vagy munkamegosztási pozíciót szerezzen. Na mostan egy erőforrás hiányos társadalomban az olyan jelenségek, mint például a munkaerőpiac beszűkülése, a privatizáció, deleguráció és a liberalizáció folyamatainak keretei közt, amely tönkrezúzta a magyar gazdaságot, szabályszerűen tönkrezúzta, fölmorzsolta, és a gazdasági potenciálnak egy mérhetetlen nagy csökkenését idézte elő.
Ez a 22%-os nemzeti jövedelem csökkenésben a mezőgazdasági termelés volumenének először 50%, majd 60%-ot meghaladó visszaesésében, és minden egyébben mérhető. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy itten mi történik olyan dolgokkal, mint a szegénység a magyar társadalomban, hanem az igazi kérdés az, hogy az ország egyáltalán egy növekedési pályára állhat-e, tehát egy olyan emelkedési pályára juttatható-e, amely elindítja a gazdaság valamilyen dinamizálódásának folyamatát, a gazdaság jövedelemtermelő képességének növekedését, a hazai gazdaság kialakulását és megszilárdulását, tehát annak a rendkívül sok problémát okozó helyzetnek valaminő enyhítését, hogy kettős gazdaság létezik Magyarországon ugyan, a multinacionális gazdaság az rendkívül virulens, de az ott megtermelt extra profit meg értéktöblet nagy része kiáramlik az országból, a hazai gazdaság pedig mind erőforrásait tekintve, mind pedig a jövedelemtermelő képességet és a dinamizáláshoz szükséges erőforrásokat tekintve hallatlanul rossz helyzetben van. És tulajdonképpen, ha nagyon komolyan veszük a dolgot, akkor gazdasági tekintetben jelenleg még arra sincs esély, hogy az országra rázódított óriási adósságtömeget a növekményből tudjuk finanszírozni. Tudni, körülbelül 1000 milliárd forint adósságszolgálat, ami évenként ugye, az országra rázódul, az egy olyan dinamikus gazdasági növekedés mellett lehetne kompenzálható, ami legalább 4-5 százalékos, vagy ennél nagyobb mértékű éves GDP növekedést jelent. Hát hol vagyunk ettől? Így tehát olyan helyzet van, amelyben azon dől el minden, hogy ebből a gödörből, mert igenis gödörben van a Magyarország. Gödörben van. Természetesen Magyarország gödörben van, egy olyan gödörben, ugye, amelynek sokféle oka van, erre majd még gondolom kitérünk részletesebben, de amelynek éppen az a jellegzetessége, hogy akárhogy csűrjük is, csavarjuk is, egyelőre nem találjuk ebből a kiutat. Tehát nem találja a magyar társadalom ebből a kiutat. És ezért az emberek túlnyomó többsége ezt a társadalmi helyzetet és szituációt, mint kilátástalanságot, perspektívátlanságot, tulajdonképpen egy semmiféle, hát az egyének szempontjából emelkedést nem nyújtó helyzetet éli át. Mert nem csak hatalmas underclass van Magyarországon, meg kétharmados szegénység, hanem tulajdonképpen nincs középosztály sem. Hát az ment le. Igen, nincs középosztály sem. Tulajdonosi középosztály, legalábbis virulens tulajdonosi középréteg nem nagyon létezik. A szellemi középosztályt pedig jó részt proletarizálták. Tehát igazából itt egy óriási veszteség következik be. Na most ezekkel szembe kellene nézni, és keresni ebből a kiutat. Ez a kiútkeresés... Igen, ehhez két megjegyzést tennék, hogy ez viszont nem csak belső problematika. Mert az a helyzet, hogy a jelenlegi globalizált gazdasági társadalmi rendszer keretei között, tehát a globális tőkeuralom keretei között, arra nincsen semmi esély, hogy Magyarország, mint egy a külső hatásoknak ilyen mértékben kitett ország, mint amit ugye az elmúlt 20 esztendőben végig és most is tapasztaltunk, saját erőből képes lenne megoldani olyan problémákat, amelyek az egész globalizált világkapitalizmust jellemzik. Tehát ez a süllyedés, az erőforrás hiány, egyáltalán maga a krízis, tehát a válság, az generális problémaként jelenik meg, és nem csak gazdasági válságról van szó, hanem társadalmi válsághelyzetről is. Ezért tehát itten nyilvánvalóan a kardinális változásoknak az igénye meg szükségletet túlmutat az ország keretein,
De azért nekünk a saját utunkat kellene ebben megkeresni, és egy olyan programot megalkotni, amely a realitások keretei között mozogva legalábbis megkísérli, hogy áttörje ezt a rendkívül lehetetlen és nehéz helyzetet, és valamilyen módon az országot egy emelkedő pályára segítse. Ez nem okoz gondot, hogy... Jó. Hölgyeim és uraim, én a magyar társadalom egy csoportja oldaláról közelíteném meg. Te jó Isten! És hogyha lenyelem... Én a kérdést az ifjúság oldaláról közelíteném meg, és egy ilyen ravaszak szavakat fogok most mondani. Generációs újratermelődés, ami egy társadalom számára azért feletté fontos dolog. Az elmúlt években rengeteg kutatás készült a magyar fiatalság helyzetéről, és 2008-ban készült az utolsó, ahol körülbelül 8000 fiatalt kérdeztek meg 15 év és 29 év között, és az egyik kérdés az volt, hogy ők miként látják a magyar társadalmat. Tehát amikor gödörről beszélünk, akkor érdekes talán az is, hogy a fiatalok mit látnak egy országban, milyen típusú problémákat. És a kérdés az volt a egyik, hogy ők maguk, hogy miként definiálnák a korosztályuknak a legégetőbb problémáit. Ez a következőképpen néz ki. A fiatalok két választ adhattak, és ennek az összesítése alapján egy rangsor állt össze, amelyik a következőt mondja, hogy a fiatalok leginkább az elhelyezkedési nehézségekkel és a munkanélküliséggel néznek farkasszemet, ezt találják az egyik legfontosabb problémának. Az összes kérdezettnek 38%-a ezt állította. A második helyre a pénztelenség és az elszegényedés került. A harmadik hely a létbizonytalanság, illetve a kilátástalan, bizonytalan jövő. Aztán megjelent mögöttük a drog, céltalanság, bűnözés, lakásprobléma, és itt valahol a 10% körül megálltunk mi, de aztán ezt követte alkohol, a fiatalok rossz helyzete, korrupció, stb. Stb. Na most, ha meggondoljuk ezt a... sort, ez most szól? De jó Isten! Köszönöm. Ha meggondoljuk ezt a sort, akkor itt ugye a következő problémák jönnek elő. Először is egzisztenciális probléma, munkanélküliség. Miért félnek a fiatalok a munkanélküliségtől? Azért, mert közel kétötödük nagyon rövid munkaerőpiaci jelenléte alkalmával megtapasztalta ezt. Budapesten nem olyan súlyos a helyzet, de van olyan régió, ahol bizony 53%-a a fiataloknak már volt munkanélküli. Azért súlyos a helyzet, mert a fiataloknak körülbelül fele azt mondta, hogy fél attól, hogy elbocsátják. Tessék szíves elképzelni, hogy milyen társadalom az, ahol a fiataloknak egy jelentős része egy állandó egzisztenciális félelemmel él együtt. Ugye ez eléggé megviseli a személyiséget, mert fél attól, hogy egyik napról a másikra elveszítheti az állását. És ha elveszíti, akkor kiderül a kutatásból, hogy nem talál új munkahelyet, hiszen azokon a lokális piacokon, ahol kérdeztük, hogy el tudnak-e helyezkedni, körülbelül 65-70%-ok azt mondta, hogy egyszerűen nincs lehetősége arra, hogy elhelyezkedjék. És
óriási a gond, mert a fiatalok számára a hivatalos Magyarország semmiféle kapaszkodót nem ad ez ügybe. Tehát vagy informális csatornákon keresztül tudnak maguknak valami állást szerezni, vagy pedig nincs állásuk. Most miért gond a pénztelenség és az elszegényedés? Hát mert az önálló életkezdéshez szükségük lenne mindenféle dologra, többek között lakásra, aztán a családalapításhoz szintén, gyerekvállaláshoz szintén. Nagy részük a fiataloknak még ezelőtt áll, és ahhoz, hogy ezeket valamilyen módon finanszírozni tudják, ehhez szükség lenne felhalmozásra. És a kutatásból kiderül, hogy körülbelül egy tizedük van olyan helyzetben, nem ő maga csak, hanem családjával együtt, hogy viszonylag rendszeresen tudnak félretenni. Nos, arra a kérdésre, hogy a családnak az anyagi helyzete miként alakult az elmúlt 10 évben, 60%-uk mondta, hogy romlott, de az ország gazdasági helyzetéről ugyanezek a fiatalok 80%-a állította, hogy romlott. Tehát itt évtizedes trendről van szó. Nos, létbizonytalanság, kilátástalan jövő, céltalanság. Egy csereg fiatal szegénységben nő fel. Erről Zsuzsa beszélt. Vannak olyan csoportok, ahol több generációra nyúlik vissza ez a dolog, tehát már a harmadik generáció munkanélküliként nő föl. A Gazsó Ferenc említette az iskolázást, és ugye az iskolázásnak is ez egyik nagyon nagy gondja, hogy a fiatalok egy részére is azt mondják, hogy nem akarnak dolgozni. A tragédia azonban nem ez, hanem az, hogy nem tudnak, ugyanis nem készíti fel őket senki, se a család, se az iskola. Most akit nem készítenek föl, az hogy tudna dolgozni, most a modern értelembe vett technológiákkal, ahol hát 8-10 órát el kell viselni a munkapad mellett, méghozzá nagyon jó teljesítmény nyújtva. Nos, vannak aztán fiatalok, akik a egyetemen szembesülnek azzal, hogy ők parkolópályán vannak tulajdonképpen, senki nem akar velük egy pár évig foglalkozni, illetve amikor kikerülnek az iskolából, akkor meg kiderül, hogy vagy nincs állás, vagy ha van állás, akkor nagyon rossz a fizetés, vagy ha van állás és fizetés is, és belementek a lakásba, akkor pedig úgy veszthetik el az egész egzisztenciájukat, hogy tulajdonképpen nem is nevezhetők szegénynek, és mégis belebukik az egész család az ügybe. Nos, ha ezt végigvesszük, akkor ugye itt egyértelműen lehet látni, hogy azok a magatartási összefüggések, amelyek ebből a helyzetből, tehát az egzisztenciális kiszolgáltatottság, illetve a pénztelenség elszegényedés problémáiból adódnak, illetve a közérzet, tehát a kilátástalanság és a létbizonytalanságból, ugye megjelenik a drog, megjelenik az alkohol, megjelenik a bűnözés. Ezt a fiatalok állították össze, tehát ez nem egy tudományos összeállítás, és ezek teljesen logikusan egymásra épülő dolgok. Ugye ez azonnal egy nagyon fontos problémára irányítja a figyelmet, amit úgy hívnak szociológiában, hogy depresszió. Ez a következőt jelenti, hogy a saját helyzet átélésének egy negatív állapota jelenik meg, ahol a egyedeknek megjelenik a tehetetlenség érzése, reménytelenség, jövőnélküliség, kilátástalanság. És ugye ehhez nagyon fontos elemként tartozik a személyes élet tervezhetetlenségének a problémája. Magyarul, hogy a fiatalok nagy részének nincsen lehetősége arra, hogy saját életét valamennyire is előre lássa, vagy esetleg tervezhesse, és ebből egy sodródás élménye alakul ki, egy magára hagyatottság élménye. Nos, ez az, amit a szociológia úgy ír rá más fogalmakkal, hogy depresszió, elidegenedés és anómia.
Ugye az anómiának többféle formája létezik, ugye ez egyrészt egy normazavart, normanélküliséget jelent, illetve hát megjelentik az a probléma, amit Merton annak idején kifejtett, hogy a társadalmi célok és az elérésük szükséges normák nincsenek összhangba egymással, és vagy a normákat sértik meg az emberek, vagy a célokat dobják ki. Tehát mondjuk ma Magyarországon egy rendszerváltás utáni cél, hogy hát gazdagodj, menj el vállalkozni, és aztán kiderül, hogy hát a vállalkozók közül azok élnek meg jól, akiknek a haveri köre annak idején a politikán keresztül tudta osztani ezt a dolgot. Ennek a kemény munkához Magyarországon vajmi kevés köze volt a 90-es években. Tehát magyarul a társadalmilag kijelölt célok és a hozzávezető normák tulajdonképpen teljességgel elváltak egymástól. Vészesen meggyengülhet például a társadalom bizonyos csoportjaihoz való, vagy egyáltalán a társadalomhoz való tartozás. Na most ennek egy lényeges eleme, hogy Magyarországon sokkal több a vesztese a rendszerváltásnak, mint a nyertese. Ennek aztán ugye az a következménye, hogy legitimációs válság is van, aztán nincs egy új identitás a magyar társadalomnak, amit egy ilyen történelmi léptékű váltás megkövetelt volna. Amit István leírt, szétesett a társadalom. Nincs társadalmi kohézió, nincs szolidaritás. És ugye nagyon fontos eleme ennek, hogy nincs érdekmegjelenítés. Tehát a politikai elit az elmúlt 20 évet úgy rendezte be, hogy a politikán kívüli érdekmegjelenítés minden formáját ellehetetlenítette. Na most a fiataloknak egy ilyen világba kellene élni, amit ők eléggé élhetetlen világnak gondolnak, és alig ha véletlen az, hogy a fiataloknak egy része, és hát ezt önök, ha a televíziót nézik, vagy rádiót hallgatják, ugye a rezidenseknél már kipukkadt a dolog, de más társadalmi csoportoknál is, hogy azt mondják, hogy akkor ők itt Magyarországon nem kívánnának élni. Most a probléma még ennél is annyival bonyolultabb, hogy közben kiderül az, amit a Zsuzsa az előbbiekben úgy mondott, hogy kialakulnak, és Magyarországon is kialakult a kádárrendszerbe egy alkalmazotti társadalom, aminek egy nagyon lényeges eleme volt a nyugdíj, tehát hogy időskorban meg lehet élni. Ma Magyarországon a fiatalok egy része számára egyáltalán nem biztos, hogy lesz nyugdíj, ha itthon marad. Még akkor is, hogyha befizeti. Tehát, hogy olyan anómiás állapot jön létre Magyarországon, amivel egyenlőre az én ismereteim szerint a magyar politikai elit nem tud mit kezdeni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim, ha valakiben nyugtalanság támad, és azt gondolja, hogy feltétlenül meg kell bírálnia bennünket, vagy kérdeznie kell valamit, ha elhangzottakkal kapcsolatban jelentkezzen és szót adunk neki. Egyébként pedig a kedves vendégektől is kérdezem, hogy a meghallgatott bevezetők kapcsán érzik-e szükségét annak, hogy reflektáljanak. De mielőtt továbbadnám a szót, rögtön adom majd a kérdésre is, megjegyzem, hogy hát igen, én is azt gondolom, kedves Zsuzsa, hogy mi itt, ha jól értem, akkor a társadalom Magyarország szinonimájaként szerepel ebben a fogalmazásban is. Amikor arról beszélek, hogy Magyarország, a társadalom gödörbe van, akkor arra gondolok bizony, hogy a legkülönfélebb mutatók szerint a humán tőke, a társadalmi tőke, az anyagi tőke, a környezet problémái kapcsán, ha körülnézünk, akkor ez egy élhetetlen, fenntarthatatlan társadalom. Egy vészesen előregedő társadalom, amelyiket valóban normahiány, anómia, egyszerre magas elvárások is, ugyanakkor az autonómiának a hiánya. Épp most olvastam a fenntartható fejlődés
stratégia újrafogalmazását, és hát a fellelhető mindenféle társadalom kutatások adatai alapján a konszenzus valami ilyesmiben körvonalazódik. Ha vészes gödörben vagyunk, akkor pontosan ez a mutatója, hogy... Mondjuk is magunknak, akkor tényleg ott. Na, így van, de pillanat, ha ki akarunk jutni, akkor arra is nagy szükség lenne, hogy mi magunk azt gondoljuk, hogy tudunk változtatni. Ennek a gödörnek az egyik fontos jellemzője, hogy mikor megkérdik a magyar társadalom tagjait, hogy hogy érzik, őnek is személyesen van ereje változtatni tud, akkor azt mondja, hogy sajnos nem. Tehát ez is kaphat természetesen. Mielőtt még megpukadok. Szóval, tény, egy... Én nincs olyan kutatás ebben a témában, amiről beszéltem, amit az elmúlt 30 évben ki ne próbáltunk volna, minden módszert. Egy. A rezidens ügy egy blöff. De azt csinálják, amit csinálni kell. Ahelyett, azt mondjuk, mi az, hogy a fiatalok nem tudnak mit kezdeni. Bocsánat kérek, én itt voltam ebben az országban fiatal, amikor nem volt sajtószabadság, nem volt gyülekezési szabadság, nem volt anyám kinyi szabadság, nem volt útlevél. Ehhez képest tudtunk csinálni mozgalmakat, még csak börtönbe se kerültünk, és mindenféle tudtunk csinálni. Tehát egy fiatal az nem nyavajog, egy fiatal az valamit megpróbál csinálni. Na most, amiért igazán pipa vagyok? Ezt hallom, amióta ide betettem a lábomat 1990 óta. Ezért nem élek itt igazából, amit kérdeztek. Tehát, amit akarok mondani, veszem a rezidens történetet. A rezidens dolog egy remek. Ugyanis soha nem a politikai elitnek a dolga az, hogy megváltoztasson egy társadalmat, hanem az itt élő embereknek. Soha felülről nem jött változás. A Kádár rendszer kulcsa az az, hogy elhitette az emberekkel, hogy ő csinál valamit. De ez kellett egy diktatúra. Mitől lett a jóléti állam? Ezért beszéltem erről is. Attól, hogy 150 éven keresztül elkezdtek tüntetni az emberek, először semmiük nem volt, a dologházban voltak bezárva, és 8 éves kölykök dolgoztak napi 12 órát. Tessék elolvasni, 90 óta ezt mondom mindenkinek. Friedrich Engels, a munkásosztály helyzete a 19. században. Na most, ez nem egy magyar sajátosság, amiről nem beszélt, de igaza van, de amiről nem beszélt. A fiatal diplomások állástalansága. Az nem magyar jelenség. Olaszországban 8 évvel ezelőtt csinált az egyik volt tanítványom, aki ma a Sapienza vezető professzora, egy kutatást, hogy miért nem mennek el otthonról lakni az olasz fiatalok. Na miért nem? Mert nincs pénz, nincs állás. Na most, amikor a fiatal diplomás, és igaz, hogy persze ez alig látszik, hogy mi van az országban, de amikor egy fiatal diplomás kijön az egyetemről, nem az a baj, miért kéne neki lakást vásárolni. Ha lenne neki 250-200 ezer forint, akkor bérelne egy egyszobás lakást, ahogy én béreltem egy fityig nélkül Párizsba. Tehát ne vegyük elő apuka, anyuka kádári modelljét. Nem az emberek 18-20 éves korában, ne az legyen az élet célja, hogy lesz-e nyugdíja, hanem hogy van egy olyan munkája, amiben nem csak pénzt tud keresni, hanem örömet talál. Na most a probléma itt van. Ez egy globális jelenség. A feltörekvő világ azért nem részesül még ebbe a problémába, mert most jönnek ki abból, ahol mi benne vagyunk. Mert hogy ők nem voltak kibarosodva. De amúgy ez nem egy magyar jelenség, ami magyar jelenség. Hogy mindenki fölülről járja a csodát. Most amit el akartam mondani az utolsó részben, de már nem leszek itt, most elmondanám. Pont az egész történetnek ezért beszéltem a társadalmi paradigma megváltozásáról. Vége annak, hogy van egy módszer, ez az ipari társadalom sajátossága, hogy van egy fejlődési út, mindenki egyfelé megy, mindenki ugyanazokat a módszereket használja, és majd a GDP megoldja a problémát. Egy, valószínűleg soha többet, legalábbis az következő 20 évben a GDP nem fog növekedni, nem Magyarországon van recesszió pillanatnyilag, az összes fejlett országban, kezdve az Amerikai Egyesült Államokkal. Akkor hogy várjuk azt a magyaroktól, hogy kivásznak belőle? Egy. Kettő, ezzel azért nagyon sok mindent lehet csinálni. Nincs több általános fölülről, az állam nem tudja, a politikus nem tudja. Helyben, lokálisan más-más probléma megoldás van. A felülről diktált fejlődési modellnek vége. Íróasztal mellett senki nem fogja kitalálni a receptet. Az alulról indukált helyben ez a gondolkoz globálisan, cselekedj lokálisan, amit még mi találtunk ki, amikor még a zöldek nem is léteztek, csak ökológusok voltak. Ez igaz.
Amit én megpróbáltam csinálni a leghátrányosabb kistérségek kistelepüléseinek, az természetesen nem megy a leghátrányosabb kistérség nagy településein és városaiban, mert mini háztáival nem lehet helyreállítani családokat. Ezt nem a miniszterelnök főtanácsadója találta ki. Miért nincs még 300-400-500 ilyen ötlet? Miért nem gondolkodik valaki azon Miskolcon, hogy mit lehetne csinálni Miskolcon, nem a politikus, hanem a ráérő szociológus hallgató, aki tudja, hogy úgyse lesz melója, miért nem dolgozik rajta? Ha azt várjuk, hogy felülről jöjjön a manna, akkor megyünk a katasztrófába, és elmagyarázzuk magunknak, hogy milyen rossz a helyzet. A rezidensek bizonyos értelemben azt csinálták, amit kell, megszervezték magukat. Az egész történet egy blöff. Én Párizsban élek 75 óta. Franciaországban éhen hal a rezidens. Ugyanúgy, mint Magyarországon. Na most az igaz, hogy az a pénz, amit ott kapna, az itt több lenne. Csak egy rezidens, ott is napi 24 órát dolgozik. Tehát a magyar rezidens, amikor azzal zsarolja a kormány, teljesen, elnézést, mert az érdekérvényesítés egyik formája, azzal zsarolja a kormányt, hogy nem lesz itt orvos, próbálják meg. Ugyanúgy nincs kincsállás, a francia diplomásnak sincs. Tehát amit akarok mondani, hogy az, hogy másút jobb, igen, mert gazdagabbak a társadalmak. És mert tovább működött a szociális háló, amit most bontanak le. Itt mindenki frász kapott attól, hogy nem a segélyért, a segély helyett ajánljunk fel közmunkát, és lehessen, ha valaki a harmadikat nem fogadja el, akkor veszítse el a segélyt. Honnan vettem én ezt az ötletet? A franciáktól. És most már odáig mennek, amit én itt nem engedek, mert abban egyetértés van a Pintérrel, hogy lehet választani, hogy legalább két vagy három féleti munkát fel kell ajánlani. De ma például az, hogy akár közmunkába visszavigyük az embereket a normál életbe, az többet használ, ha mellé teszek egy képzést, nem általános képzést, nem magas kvalifikációt. Magyarországon azokban a kistérségekben, ahol a szószoros értelmében 38%-os a munkanélküliség, miközben 10%-os az országos átlag, ahol valóban több százezer gyerek él úgy, hogy nem eszik eleget. Ott vannak a legjobb földek. A Stiglitztől kezdve mindenki évek óta arról ír tanulmányokat, hogy a jövő húzó ágazata a helyben alkalmazott, tehát nem a konzervgyár, nem a nagy termelés, a helyi kis termelő és kis felhasználó, a nagymama receptjei. Nem kell ahhoz biónak lenni. Az én mini háztáim mind biók lesznek, mert 10 éve nem ásták fel a kertet. Tehát ez egy agybaj. Nem tudom, mire kell képezni az embereket. A mostani közmunkaprogramban a mezőgazdaság lesz a legfontosabb. Kezdjenek el ásni, először csinálják meg azt, ami nekik kell, ezt Magyarország ráadásul egyszer már megcsinálta a háztáival. Mitől volt Magyarország sokkal jobb, mint az összes többi? Attól, hogy ez működött. Nekem nem mondják azt, hogy Magyarországon nincs három generáció munkanélküli. Hogy ne lenne? Hát hogy az Istenben lenne? 88-ban kezdődött Magyarországon munkanélküliség. 20 év alatt három generáció? Igen. Hát az egy generáció 20 év alatt, nem három. Nem, már az unokák. Már az unokáim. Na de a nagy... abban nőnek föl. Na de nem arról beszélek, hát de még nem munkanélkül. Az, hogy lát munkanélküliséget, az egy másik történet. De azért 24 éve nincs három. Nem dolgozik az a feleségem, de iskolatársai még... nagymamák régen már Kerecsenden. Kedvesen. Na de az Istenágya meg a harmadik generáció azt jelenti, hogy az unoka nem dolgozik. Az unoka látja most az azt, hogy... De attól, hogy azt látom, attól még nem ilyen... Na de attól még nem munkanék, hogy az Isten áldja meg munkan. Akkor be... Tehát azt nem, akar... csak... Na de így csak... Van. De így azt csináljuk, azt csinálja meg a három résztvevő az asztalnál, amit maga leírt, hogy tudjuk magunkat bedolgozni, abban nincs mit csinálni. Ne, kedves Zsuzsa, maga nem akarta kiútról beszélni eredetileg. Én tudtam, hogy nem tudja magát megtartóztatni. És belekezdett olyan lendülettel, hogy a kiút micsoda, hogy csak na, valaki hozzá akart szólni, bocsánat. Ja van, akkor parancsoljon, kérdezzen. Az lenne a kérdés, ami többen is említették, az, hogy gazdasági növekedés kéne ahhoz, hogy elinduljon egyáltalán. Elinduljon egyáltalán itt valamiféle kint a gödörből. De nem tudom, hogy tudják-e, hogy 2004-2008 óta gyakorlatilag nincs több olaj. És az olaj, mármint úgy értem, többlettermelés. És a gazdasági növekedés mindig korrelált az olajkitermeléssel. És most fizikailag látszik, hogy nem lesz több olaj. Ez a max. Tudjuk tartani egy szinten, de több nem lesz. És nem tudom, én ebből azt a következtetés vonom, hogy a gazdasági növekedés sem lesz több már. Ugye látnak-e esetleg valami rációt, vagy nem tudom.
És majd még egy kérdésem lenne ezután is. Növekedés nem lesz, de nem az olaj miatt. Csak nem tudom, a zöldeket például elég... Hát nem akarok itt ilyen vitába bonyolódni arról, hogy az olaj mennyiben befolyásolja az egész világgazdasági potenciáljának alakulását és növekedését. Nyilvánvalóan jelentős faktor, de hát természetesen a különböző országok gazdaságának ilyen vagy olyan mértékű elmozdulása, növekedése, az sok más tényezőnek a függvénye is. És ha mondjuk Magyarországról beszélünk, akkor a magyar gazdasági növekedés hiánya valószínűnek tartom, sőt biztos vagyok benne, hogy elsősorban nem az olajhiánnyal függ össze, hanem hát egészen más tényezők játszanak meghatározó szerepet, de nem akarok önnel vitatkozni, mert az ön véleményét tiszteletben tartom. És nem tudom, még egy második kérdés, ha lehetséges. Ezt csak olvastam. Csak hogy... azért a Wall Street és az ingatlannal történt, hogy meg ezt magyarul, az azért egy kicsit nagyobb szerepet játszott a jelenlegi gazdasági válságban, aminek egyre mélyebb pontját érjük el, mint az olajár. Az a csak nem tudom, például az amerikaiaknak egyre többet kell fizetni a benzinre, ugye? És mivel messziről kell beutazni... Szeretik a benzinre, mint az amerikaiak. Az emeletáron. Csak ott náluk már az is sok, ugye, mert a részleteket is kell fizetni. És külvárosokba kell beutazni egyáltalán több kilométert, hogy tudjanak boltba menni. Mint Budapesten. Igen, sokkal nagyobbak a távolság. És mi a kérdés? Na mindegy, akkor erre megkaptam elméletileg a válaszomat. A második az lenne, hogy 1997-ben hoztak egy olyan törvényt, hogy 2013-ra nagymértékben csökkentik a nyugdíjakat. Hogy ezekről hallottak-e önök valamit? Hogy előre meghozták ezt a törvényt, hogy már legyen mire hivatkozni. Hogy elméletileg ezt tudják a magyar emberek. Már ki hozta meg a döntést? A kormány. A kormány, igen. Az azóta volt egy választás, és más kormány többség van, nem tudom, hogy tudja. Azóta szerintem már kettő is volt, de nem is ez a lényeg. Három, igen. Csak, hogy ezt a törvényt én nem nagyon hallottam, hogy változtatták volna. Hát egy választás. Hát nem azt mondta, hogy más kormány van, hogy más kormány többség van. Az. Én úgy tudom, hogy 2010-ben volt a 2000 óta először választások, de lehet, hogy tévedtem. Akkor csak egyszerűen a kérdés még egyszer. 1997-ben... hoztak egy törvényt, ami 2013-ban lép hatályba. Ilyen nincs. Demokráciában ilyen nincs, ez utoljára a Kádár rendszerben volt. Jó.